Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Csak hogy tiszta legyen, mivel is jaszkorizok, ez itt egy Tromox UCO, egy zöldrendszámos, teljesen elektromos motorka, és bár tényleg könnyű, tehát hogyha az ember mozgatni akarja, emelgetni, arrébb rakni, ilyenek, akkor ez egy tök jó dolog. De ennél a motornál szerintem ez nem annyira fontos, hogy pakolgatható legyen, viszont hogyha mondjuk nehezebb lenne 20-30-40 kilóval, az még mindig nem befolyásolná gyökeresen azt, hogy milyen vele menni, ellenben lenne még némi hatótávunk, mert a legnagyobb probléma az a hatótáv. Tehát ezzel a motorral intenzív városi közlekedésben, ha mindig elsőként rajtolunk a lámpától, ha sokat megyünk gyorsforgalmin, akkor nagyjából ilyen 60-70 km-rel számolhatunk, nyugis felhasználás mellett ilyen 80-90, nagyon odafigyelve pedig a 100 is meg lehet. Most megpróbálom az összes teendőmet ezzel elintézni. Ugye nincs neki csomagtartója, tehát aki látja a hátamat, az már látja, hogy elkövetkezem az első hibát, hogy hátiságba fogok motorozni, az nem nagyon jó, meg nem nagyon kényelmes. Viszont most itt a délutáni budapesti forgalomba el kell ugranom a Betesda gyerekkórházhoz. 21 percet ír, hát szerintem 15 perc alatt ott leszek, de majd beszámolok róla, hogy milyen. Megérkeztem a gyerekkórházba, a 20 perces út az tényleg nagyjából 15 volt, tényleg egyes alapjárat elgurulgattam az autósorok között, és kifejezetten kellemes meglepetés volt, hogy kevesen akartak megölni, tehát csak egy ember ordibált velem. Ő is azért, mert ennek van egy olyan biztonsági funkciója, hogy amikor az a motor túl sokat áll, akkor meg kell nyomni a biztosító gombot, az indító gombot, egy benzines motoron az indító gomb, miközben meghúzzuk a fékkart. Na most, hogyha az ember sokat áll a lámpánál, akkor egész egyszerűen leállítja magát biztonsági jelleggel, és meg kell nyomni ezt a gombot az indításhoz. Viszont ez azzal jár, hogy mire én erre rájöttem, addigra már rendkívül hangosan kurva anyázott a mögöttem álló autós, joggal. Úgyhogy erre figyelni kell. Ha sokat állok vele, akkor először fék, gomb, majd mehetünk. Szóval, ha kinyitjuk itt a tanktetőt, ami most igazából az akkumulátornak a zárófele, akkor ugye látjuk a kis megszakítót, látjuk az akkumulátort, ami itt így kiemelhető, és ugye még futnak itt a kábelek. Ide például szerintem simán elférne egy töltő elektronika, és akkor egyszerűen csak be kéne dugnunk egy vezetékkel a falba, léteznek ugye olyan elektromos motorok, amik ezt tudják. És ami még tetszik benne, hogy ez egy igényes eszköz benyomását kelti, mert hát igazából az is alumínium szépen megformázva, masszívan rögzítve, nem zörögnek ezek a dolgok menet közben. Ugye elektromos motorok csendesek, ezért sokkal zörgősebbnek szoktak tűnni, mint a belső égésűek. Az ember mindig úgy érzi, hogy egy gagyi kínai rolleren ül. Ezen nem, ez masszívan össze van rakva, és amit nagyon szeretek benne, az a futóműve. Ez tulajdonképpen egy indokolatlanul jó futómű, ez alá a motor alá, puha, van rugót, felveszi jól a rezgéseket, de nem lesz belőle hintaló, tehát lehet le stabilan kanyarodni. Nekem nagyon tetszik. Viszont azért egy pici szélvédelmet el tudnék figyelni, hogy elérjük vele ezt a 80-at, akkor már azért úgy rendesen helytörnyőzik az ember a mellkasával. Gondolhatnánk, hogy ez egy városi motornak nehezen felróható, de igazából meg közben az van, hogyha felszabadulok vele az Árpád hídra, hogyha kimegyek vele egy gyorsforgalmira, akkor ez egy létező sebesség, és ott így azért tartani kell magát az embernek. Szerencsére amúgy sem megyünk sokáig gyorsan. Itt ugye az a helyzet, hogy szétverték a 10-es utat, felújítják Pilisboros Jenő és Solymár között, ezért a délután 4-es, 5-ös csúcsforgalom az egész egyszerűen élhetetlen. Tehát itt tényleg nekem most a Flórián térről írt egy ilyen cirka 40 percet Boros Jenőre, ami hát nagyjából 2 kilométert érinti ezt az útszakaszt, de tényleg élhetetlen. Viszont motorral azért ez is egész jól megoldható. Tegnap volt egy kisebb városi köröm a Tromox-szal, és kiszámoltam este Google Maps-en, nagyjából 31 kilométert mentem vele, 32-t talán, és a végén volt egy kis szintemelkedés, hiszen föl kellett jönnöm Pilisborosjenőre, ahol élek, és ez alatt a 31 néhány kilométer alatt 51%-ra merült a motor,
tegyük hozzá, hogy egy éjszakát kintelt. Tegnap, amikor leraktam, akkor ilyen 56%-on raktam le, hűvösek az éjszakák, nyilván ez is számít. És most még 76 megtehető kilométert ígér nekem sportmódban, ekonomi módban, számol utána. De az a lényeg, hogy sajnos a budapesti forgalmat ez a motor érzésem szerint csak sportmódban tudja jól. Hogyha visszább kapcsolgatom, akkor azért lassú. És még szintén mellette szól az is, hogy ez a legrosszabb üzem. Tehát megyek a motorral, nagy fék, előre rolizok a sorok között, utána kilövök, hogy elsőként tudjak elindulni. Ez egy kellemetlen üzemállapot, biztos vagyok benne, hogy ennél azért sokkal kellemesebb tudna lenni a fogyasztása, hogyha országúton egyenletes tempóval mennék vele. De mondom, most még 76 kilométert ígér, de én ezt egy kicsit fenntartásokkal kezelem. Azt mondták, hogy 80 kilométerrel garantáltan számolhatok. Most ha azt mondom, hogy ez a 32 kilométer volt nagyjából 40%, egy picit több, akkor még akár reális is lehet. Akárhogy is, most el kell mennem a Bánkiba beszélgetni egy jót becsületes Nepperrel meg Ágó Bélával. Egy podcast felvétel lesz, és ott már viszont konnektort fogok kérni. Itt van a hátamon a töltő. Ez amúgy probléma, ez egy nagyon kis testű motor, nincs benne tároló, ezért a hátamon kell vinni a töltőt. Hogy itt a fene nagy elektromos motorozásban legyen egy kis autó is, ez itt a Bánki autós nap, a 9. Ugye ebben az iskolában ilyen szakirányon tanuló diákok vannak, autóvillamosság, minden egyéb, és meghívtak minket egy ilyen beszélgetésre, ezt majd belinkeljük az ő csatornájukon, meg lehet nézni, ez tulajdonképpen egy podcast, de azért jó ez a rendezvény, mert ide az iskola jelenlegi és volt diákjai is kihozhatják az autóikat, amiket maguk csinálnak, és tényleg van itt 200 lóerő feletti szívótoningos Golf GTI, van 400 lóerő feletti turbos Golf GTI, Impreza VRX STI, BMW, gyönyörű OT124, és egy nagyon jó hangulatos rendezvény, és főleg az benne a jó, hogy ugye itt nem csak az elmélet, amire hangsúly kerül, hanem valódi tapasztalat is. Tehát nem egy itt tanuló diák, most már rendes motorsportos munkája van. Például itt a rámotorsport, még annól én is készítettem egy videót, ők például azzal foglalkoznak, hogy mindenféle 3-4-es eljárásokkal méretezett, rendkívül komoly szívóboxokat készítenek, szívós turbós autóhoz is. Itt van nálam a kulcs, nyilván van egy távirányító itt a nyitáshoz, záráshoz, de egy NFC chip. És üdvözöl minket a motor, és most nagyon érdekes, hogy bár a motor működik, megy, de nem kapcsolt be a kijelző. Ez 10-ből egyszer-kétszer előfordul, ilyenkor le kell kapcsolni, majd jövünk még egy kört, és most már bekapcsolja a kijelzőt. Jól olvasható, minden info ott van rajta, szép, nagy, igazából lehetne rajta navigáció vagy bármi, de igazából nem nagyon használják ki ezt az ígyszert. Látjuk, hogy mennyi a megtehető hatótávban, mondom, ezt kezeljük okosan, látjuk a hőmérsékletet, az időt, és főleg azt, amit már ugye emlegettem, hogyha fölülünk rá, fölcsukjuk a standard, behúzzuk a féket, megnyomjuk a menetgombot, kírja, hogy ready. Érdekes, hogy a menetmódokban nem csak a végsebességét vágja meg a motornak, hanem a dinamizmusát is, tehát hogyha betesszük sportba, amit én inkább sakálnak hívok az esbedő után, akkor azért lényegesen jobban arrébb megy. Holnap reggel Magyar Tominál kezdek 8:30 Budapest déli csücskében, mert érkezett hozzá egy dízel merci, ami kigyulladt nagyon érdekes okokból, úgyhogy mindenképpen fel kell dolgoznunk, meg Tomi amúgy is jól tud mesélni. Viszont, ha már Tomihoz megyek, Palkó megkért, hogy vigyek el neki egy kábelköteget. Ő ezt a kábelköteget becsomagolta, és most gumit okozzuk fel a motorkerékpárra. Palkó, te még értél azokban az időkben, vagy te már értél azokban köszönöm az időkben? Köszönöm szépen! Te már értél azokban az időkben, amikor az emberek gázpalactól kezdve a gázolt kengurúig mindent felraktak a szimszorra. Igen. Segítenek neked most ezek a tapasztalatok? Nekem vagy... nem volt szimszorom. Nem? Nem. Hogy látod a helyzetet? Megoldható? Mennyit ér egy ilyen kábelkötek? Ha elhagyom és átmegy rajta a pótosi fa, akkor ez mekkora kárban? Ez 8000 forintba került. Igen. Sose dolgozom le. Hát.
Van egy Mazdát, szerintem az nagyjából fedezi a... Hát, még hozzá kell tenni sajnos. Azt látszik, hogy Tromox motorkának... Megvan a megoldás. Tromox motorkának van egy rendkívül masszív füle itt hátul, ami azért ilyen, a vászhoz van közvetlen csarrozva, mert hogy meg lehet nála emelni a motort, amikor ilyen szűk helyekre kell berakni, mondjuk amikor berakom a garázsba, meg ilyenek, és most ehhez próbálja a palkóhoz rögzíteni. És menni is fog. És menni is fog. Nekem meg lesz hátámlám oda fele vele. Csodálkoznék, ha nem szúrná ez a hátodat, illetve nekedet. 2.11? Nem. 2.12. Ez már 2.12? Az a szép kereklámpás utáni, ahol visszatértek a nézetlámpákhoz. Megérkeztem Tomihoz, ott az autó, és ugye Pilisborosenő 31 kilométerre volt, 49-re ígérte, 9.49-re az érkezést, ebből lett 42, de ugye ezt vegyük hozzá azt, hogy az egy pirossal írt 9.49-es érkezés volt, tehát valószínűleg autóval azért tolódott volna, tehát eszmehetlen mennyiségű autó mellett terroriztam a pirosnál. De ami ennél fontosabb, most nem sakában, hanem D-ben használtam, ami azért érdekes, mert így 31 kilométeren 40%-ot merült, tehát ezzel egy ilyen 80-90 km környéki hatótávot tudok neki megsatszolni. Csak akkor kattintottam felesbe, amikor már kijöttem itt Csepel alatt, meg amikor az Árpád hídon át kellett menni, mert nyilván nem kívántam meghalni a teherautó alatt. Amúgy végig D-be csorogtam, így 60 a végsebessége, városban perfekt. Na de, most Tominál itt azért egy 2-2,5 órát el fogunk bűvészkedni azzal a Mercivel. Addig töltőre rakom, és megnézem, hogy meddig tölt. Valószínűleg tele kell lenni, amire indulok vissza. Végeztünk Tominál, nagyjából másfél óra volt a felvétel, amit csináltunk, én 1 óra 40 perc. A lényeg, hogy másfél órája 60%-on dugtam fel a motorkát. Már tölteni, nem máshogy. Úgyhogy ezt most lehúzzuk, és szépen rá indítok, hogy mennyi hatótávot szereztem meg ezzel? NFC-s kulcs. És a töltöttségem jelenleg... 98%, és 147 kilométert ígér. Hát most az eddigi tapasztalatokból kiindulva, hogyha lightossal járnék vele, akkor talán a 100-at ki tudnám belőle hozni. De ugye a város, az elindulás, megállás, a rajtok, hogy az autók előtt indulja, az ennek nem barátja. Úgyhogy én maradok annál a metodikánál, hogyha valahova odaérek, akkor töltőre rakom. Normális a fék, kombinált fékünk van természetesen, elég jól meg lehet vele állni, bár ugye ebben nyilván belejátszik az is, hogy ez egy nem nagyon nehéz motor. Van egy jó masszív kapaszkodónk az utasnak, és nagyon karcsú az egész, ami hát azért jó, mert főleg így az a kocsisorok között lavírozni vele, az kifejezetten kellemes. Van ABS-ünk, nyilván itt az ABS az nem a fékrendszerre értelmezhető, hanem hogyha elcsukjuk a gázt, és a motorfék megfogja a hátsó kereket, ne essünk el. És van rükverc, ami egy ilyen súlyú motornál alapvetően nem nagyon indokolt, mert tényleg elrollerezik vele egy 3 éves gyerek is, de elektromos, tök egyszerű megoldani, nem kellenek extra fogaskerekek sem semmi. Megnyomjuk a rükverc gombot, húzzuk a gázt, és finoman el fog indulni hátrafele. Hogyha föl kell rollizni mondjuk egy szűk garázs feljárón, vagy egy szűk járdán, nagyon hasznos tud lenni. Szintén jó, hogy van USB kimenetünk, nekem itt az a telefon, ez telefontartó, ez segít tájékozódni, és be tudom dugni, hogy töltse a telefont. Van egy jó kis kontrasztos kijelzőnk, ami nagyjából minden adat szerepel, viszont következetesen erősen túlbecsüli a megtehető távolságot, tehát érdemes inkább tapasztalati úton használni, nekem most 150 km-t ígér, elmennék vele 10 km-t, akkor ez leesne mondjuk 130-ra, 125-re. Aztán vannak ugye a menetmódjaink, van az Economy 45-ig, a Drive 60-ig, és a Speed pedig a 80 feletti végsebességre. Igazából a 88, 89, 90-et még úgy eléri, nekem egyszer egy lejtőn sikerült belőle kihozni 98-at, de érezni, hogy ez egy szabályzott érték, mert hogyha 70-nél oda csavarunk neki, akkor még kifejezetten dinamikusan indul meg. Ez amúgy nem tűnik annyira drasztikusnak, mint ahogy előadtad ezt. Ez rossz.
Értem, hogy rossz, de nem használhatatlan. Nem bármint használhatatlan, csak... Hát, hogy nem az, hogy megnyomod és visszaugrik, mert mondta Anti, hogy itt indexelsz, és akkor vissza, de hát azért ezt így finoman visszalett. Lehet, hogy kezd hűbe rosszat. Igen, csak képzeld el, hogy meg, kezd hűbe rajtad és mész. Menjél 60-nal a forgalomban. Hát, most igen. Nem így kapcsolom át, hogy... Nem, de tényleg, Dani, túltolod. Megyek, kikattintom, és megyek, és lenézek, és folyamatosan az ellenkező irányba indexelek, mert kultolom. Kesztyűben egyrészt nem érzed, másrészt, ahogy ráz az ujj, vagy palac. De így egyáltalán az biztos, hogy menet közben amúgy a szar, azt nem véletlen csinálják mindenen gombosra. Vagy automatára. Igen. Igen. Most már azért automatára. Nagyon egyszerű. Kiteszed a kis kezedet, és jelzed, merre akarsz menni. Óvatosan a kézkitétellel, ezt megtanultuk egy életre. Gyorsíts el kifele. Mi az, mert egy kerékre kapja? Nem fogsz ezért sokkot kapni tőle. Már sokkot kaptam. Ne. Igen, ez egy étvény. Nem padló, palkó. De amúgy esben sem teszed le a hajadat, tehát közel nem lépett, mint a súrva. Igen. Szerintem 30-ról azért már elmegy mellette. Más mellett meg kell nézni. Tényleg próbáljuk. Gyorsuljunk már egyet. Na. Igen. Fontosabb a biztonság, mint a mérés. Igen. A biztonság sem nem jutott. Egy mérés nem mérés, a mérés egy éles stílus. Tehát föl tudtok menni a rámpára, és akkor át tudtok húzatni a kis tetőre. Oké. Okay. Guminyomást állítottál? Aha. Nem várjál. De várjál, tudtok szinkronban ugrani. Mert kettő van. Azt szeretném, hogy Roland, te jobbra tekered a vipet, Dani balra tekeri a vipet, és így összeér a hátsó kereketek. Na vonalra álljatok. Vonalra. Vonalra álljunk, tekelje mondjuk. Így. Így. Jó, az így. Mert. 3, 2, 1, rajt. Őszintén szóval azt vártam, hogy jobban odabaszni ki a sorban. Hogy? Hát, hogy jobban elmegy. Elment másfél métert, és utána nem ment el. Hát végignyert a szúrom. Igen, itt volt másfél méter előnye, és onnantól nem ment messzebb. Ja. Fontos még, hogy ez a telefontartó nem tartozik a motorhoz, de szerintem véteke nélkül venni ilyet, meg általában bármilyen motort, főleg, hogyha valaki úgy tud tájékozódni, mint én. De most, hogy így több mint egy hetet töltöttem az UKKO-val, azt kell, hogy mondjam, hiányozni fog. A magam részéről, bár évek óta van nagy motorjogsim, nem vagyok nagyon tapasztalt motoros, ezért félek a forgalomban, de ezt a félelmet mindig sikerült leküzdeni azzal, hogy a GPS által 50 percesre írt utak mondjuk 35 percesek voltak. Tehát az ember rengeteg időt visszakap. Amikor indulok a délutáni dugóba, és a 17 kilométerre lévő munkahelyemről nem 45 perc hazajönni, hanem mondjuk 30, az egy eszméletlen jó érzés, és ezt a fajta elővárosi ingázást tökéletesen tudja a motor, és hogyha az ember magával viszi a töltőt a napi teendőihez, akkor meg még igazából sokkal többet is. A kérdés megint csak az, mint minden elektromos járműnél, hogy tudod-e úgy igazítani az életviteledet, hogy beleférjen a töltögetés. Én tudtam, és azt gondolom, hogy ezért cserébe nagyon sok kényelmet és nagyon sok időt kaptam vissza, és bár az UKKO-nak vannak kis problémái, még csak azt sem tudom rá mondani, hogy drága lenne. Egy Honda Monkey az 1.630.000 forint, egy 125-ös négyütemű Monkey, ami nagyjából hasonló menetdinamikával bír, bár nagyobb a hatótávé és ugye 5 perc megtankolni, viszont ennek ott van az elektromosság minden előnye. Tehát nem kell váltogatnom, mindenki tudja, hogy aki motorozott már ilyen pici gyenge motorokkal városban, az tudja, hogy mennyi frusztráló az, hogy nyíklat, 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 nyíklat. Ezzel nem kell. Húzodok ezt, megy. Igazából nem is rosszul, tehát 70-ről tényleg még dinamikusan el lehet vele lépni. Szóval, hogy a Monkey 1.630.000, ez meg jelenleg akciósan 1.890.000, tehát nagyjából 200.000 forinttal több. Még azt is simán el tudom képzelni, hogy azt a 200.000-et vissza lehet nyerni a tankoláson, de én most azt gondolom, hogy erre a fajta felhasználásra nem vennék már váltós motort. Az élvezet az más, tehát túrázni, csapatni, még mindig inkább hagyományos váltós motorra mennék, erre a fajta elővárosi ingázásra egyszerűen jobbnak tartok egy ilyet.